Ha észreveszik, hogy nő vagyok, lebuktunk. Csak férfiak halászhatnak. Papa. Miért jöttél ide? Annyi rázós küldetés van szerte a világon, és neked pont ide kellett jönnöd. Ó, Tabar, én megpróbáltam. Azt hittem, sosem látjuk már egymást, hogy kiléptél az életemből. De ez a folytatás jönnöm kellett. Szerinted mit mondanak majd a kritikusok? Újra felmelegített karakterek? Tabar, állj le! Ez az egész szereposztás marhaság csak arra való, hogy erre is mi fáj igazán. Fáj? Lehet, hogy egyszer. Már nem érdekel. Tudom, hogy egyszer eljön az a nap is, amikor letérdelsz elém, átkarolod a lábam is, könyörögni fogsz, zokogni, fetrengeni előttem, csak hogy bocsássak meg. Sajnálom, drágám. De ami volt, elmúlt, a lángoló érzelmekkel együtt. Tupper, ezt nem értheted meg. Házas vagyok. Már házas voltam, amikor megismertelek. És máig férnél vagyok. Te viccelsz? Dehogy. Dehogy nem. Nézd, ha viccelni akarnék, azt mondanám, hogy egy elefánt bemegy a bárba, és a csapos megkérdezi tőle, miért lógatja az orrát. Férnél vagy? Miért nem mondtad soha? Azt hittem, meghalt. A kormány megbízásából pilótákat képzett ki a CIA-nek. Szigorúan titkos terv. Azt mondták, lezuhant Villenstoben felett. Egy nappal mielőtt elhagytalak, kaptam egy táviratot, hogy életben van az egyik berlini kórházban. Meg kellett találnom. Megparancsolták, hogy ne beszéljek róla. Tudom, mit érzel. Persze, tudod. Tudod, milyen érzés, ha beléd lőnek egy sorozatot, beleraknak egy zsákba és feldobnak egy kocsira. Ramada. Ezt nem hiszem el!